Kezdődik az egyenes beszéd, jó estét kívánok, köszöntöm Önöket a stúdióban, itt van már Lendva Ildikó, az MSZP elnöke, volt elnöke, és Komlódi Gábor ügyvéd. Jó estét! Kezdjük azzal, hogy majdnem 4 milliárd eurós hitelkérelemmel fordul Magyarország az Európai Unióhoz, ezt ma jelentette be Navracsics Tibor, korábban is lehetett ezt már tudni, de hogyha visszaugrunk 21-re, akkor eredetileg úgy volt, hogy mi ezt a hitelt, mi ezt nem kérjük. Ha egészen pontosan visszaidézzük, és hogyha én jól emlékszem, most egyébként visszakerestem, akkor egy bizonyos vacsora után nem kértük ezt a pénzt. Orbán Viktor leült Ursula von der Leyennel vacsorázni, majd a vacsora után derült ki, hogy mégsem kérjük ezt a nagyon olcsó hitelt. Aztán sajtóinformációk voltak arról, hogy miért nem, pont az alapítványi egyetemek miatt lettek volna olyan feltételek. De hát úgy tűnik, hogy mégis kérjük. Navracsics Tibor azt is bejelentette, hogy ma van a végső határidő. Egyébként benyújtották a programot is, és a kérelmet is, mert hogy ez programot is kell benyújtani. Na, ez a rövid vagy hosszú történet. Nem tudom. Igen, én attól tartok, hogy annak, hogy mégiscsak utolsó nap elkérték ezt a hitelt, ez a hitelkeretnek talán valamivel több, mint a fele már a nekünk adhatónak, az nem csak azért érdekes, mert ebben volt egy ilyen táncsi-táncsi, hogy jó, ahogy elmesélte, nem kérjük, mert biztos úgyse adnák, aztán kérjük, aztán nem az egészet kérjük. De a másik érdekesség, hogy ennek azért szerintem igazi volt, csak belpolitikai jelentősége van. Elvégre a hitelt is csak akkor adják, ha teljesítjük azokat a bizonyos mérföldköveket és a vállalásokat. Azokat meg eddig nem teljesítettük. Ahhoz épp ez az a egyetem. Program nem elég, amit most benyújtottak a hitelhez sem? Az én tudomásom szerint, és ahogy hallom szakértőktől, nem elég, hát ugyanazok a föltételek, mi a támogatásra is benyújtottunk programot, tehát ott sem az hiányzott, hanem a Európai Unióban közös európai normák betartásához, magyarán a 21 mérföldkő teljesítéséhez kötik. Egyet éppen említett egy feltételt most, ami már kezdetben is ilyen torkavéresnek látszott, az egyetemek helyzetének rendezését. Hát az máig nem történt meg, és még van néhány dolog, amivel bőven adósak vagyunk. Én tehát azt hiszem, hogy az, hogy most beadtuk a hitelkérelmet, ez önmagában csak annyival visz közelebb, hogyha most végre teljesítenénk a mérföldköveket, akkor volna egy papír, amiről tárgyalni lehet. De az üzenet hazaszól. Azt nem akarták, hogy azt lehessen mondani, hogy a magyar kormányon múlt, hogy nincs hitel, mert lám, még határidőre beadni sem tudtuk. Beadták, aztán ugyanott tartunk, ahol eddig a mérföldkövek teljesítésében, és majd a gaz Brüsszel lesz a hibás. Szerintem nagyon nehéz ez a helyzet, mert ugye a magyar kormány és a hitelfelvétel szavak egy mondatban, hogyha szerepelnek, akkor eddig ezzel nem nagyon találkoztunk az elmúlt 10 évben. Tehát nem, szerintem ez is lehet oka, hogy elhúzta az utolsó pillanatig a kormány, hogy beadja ezt a kérelmét, mert mégis csak kérelmről van szó. De az is, hogy azért ezt nagyon nehéz kommunikálni ugyanabban a közösségben, abban a buborékban, akik eddig azt gondolták, hogy dübörög a gazdaság, meg gyomrostattunk, meg levittük az inflációt, mert mit tudom én. Az adósságállományt is levittük. Tehát azért ezzel a kommunikációval az, hogy hitelt veszünk föl, amit az elmúlt 12 éve folyamatosan azt halljuk, hogy nem szabad hitelt felvenni, mert hogy a magyar gazdaság önmagát is el tudja tartani. Azért aki figyeli, az látja a kínai kötvénykibocsátásokat, ami egyébként nem más, csak sokkal drágább. Ezt akartam mondani, hogy az is, amit... És mi fizetjük, igen, amiről, nem, a mi pénzünkből van. Szóval esett, hogy a keretnek csak a felét kéri a kormány, én attól tartok, ne legyen igazam, hogy lehet, hogy a másik fel az akár kötvénykibocsátás, vagy más formában a szabad piacról lesz egyébként kevésbé kedvező feltételekkel felvéve, mint hitel. De amit szerintem sokkal fontosabb, és szóba került a 21 mérföldkő is, azért egymás között már legyünk őszinték, fontosak persze a civil szervezetek, fontosak a különféle átláthatóság, a jogállamisági mechanizmus és minden más. De egy dolog van, amitől ez a kormány, és azért nyúlkál minden máshoz picit oda, és próbál úgy tenni, ami egyébként valóban ebben egyetértünk, ami a belpolitikában eladható látszat intézkedés. Egy dolog van, ami sarkalatos történet, az pedig az Európai Uniós ügyészséghez való csatlakozás. És ez az a forró krumpli, amit vagy nem tudom, ilyen, hogy hívják ezt a pliket, amit egyszerűen nem képes a kormány, dobálja egyik közében, és nem is akar vele foglalkozni, és minden mással akar foglalkozni. És annyit mondanak erre, hogy ezt nem kérik, ez nem feltétel.
Hát oké, értem én, de hogyha az megtörténne, akkor minden más sokkal egyszerűbbé válna akkor egyébként. Akkor a korrupciós ügyekre volna válasz. Így van, pontosan, minden más egyszerűbbé válna, és egyszerűen azért nem, mert azt sokan rajtunk kívül is már elmondták, hogy miután ennek a kormánynak ez a lényege, ezért nyilvánvalóan nem akar a saját lényegével szemben menni. Még maradjunk itt, bocsánat, ugyanennél a témánál, mert mint a 4 milliárd eurós hitelkérelemnél. Azt mondja Navracsics Tibor, hogy mindezt megelőzte egy társadalmi vita, ugye energetikai, infrastruktúrai, energiahatékonysági pályázat, tehát ilyen különféle programok. Augusztus 11-ig tartott ez a társadalmi vita az esetleges projektekről, miután eljutották őket most a bizottsághoz. Ezek a társadalmi viták, ezek mennyire valós társadalmi viták? Hát ha most megkérdeznénk a tévénézőket, hogy mindenki a tévékészülék előtt tegye fel a kezét, aki hallott a társadalmi vitáról, hát akkor szép nyugodtan továbbra is ölbetett kézzel hátradülhetnének a nézők. Ráadásul arról nem volt még hivatalosan sem társadalmi vita, hogy hitelt kérjünk, vagy ne kérjünk, és hogy mennyi hitelt. Ilyen vita nem volt. Különböző energetikai programokról én is most hallom, hogy voltak viták. Ez gondolom annyit jelenthetett, hogy megkérdeztek 3 kormányzati szakértőt és 2 hozzájuk lojális szervezetet. Én ezt nem nevezném társadalmi vitának, és még egyszer hangsúlyoznám, nem arról folyt a vita, hogy legyen ez a hitel, vagy ne legyen, hanem a különböző energetikai célokról, ők sem mondanak mást. Azt is megkérdezték egyébként Navracsics Tibortól, hogy ugye márciusban azt ígérte, hogy ezek a kohéziós pénzek, mármint nem a hitel, hanem a kohéziós pénzek, ez egy másik ügy, nyárra megérkezhetnek. Ugye ez nem történt meg, és azt válaszolta erre Navracsics Tibor, hogy a bizottság még mindig nem készítette el az értékelő jelentését a parlament májusi törvénymódosításairól. Lehet azt most látni, hogy ki vár kire? Mert a kormány azt mondja, hogy a bizottságra vár, de hát Johannes Hahn meg azt mondja, hogy a kormánynál pattog a labda, mert várják azokat a törvénymódosításokat, amiket ők kértek, ezek pedig nem történtek meg. Most nem történik semmi? Tehát nem lennék Navracsics Tibor helyébe, tehát nyilván nagyon nehéz helyzetben van. Ugye őt rakták oda, mert az volt az az arc, akiről azt gondolták, hogy az Európai Unió felé azt a fajta kommunikációt el tudja sütni, hogy el lehet húzni az időt valameddig. De hát most már eljutottunk addig a széléig a történetnek, ameddig már ő sem tudja a saját kapcsolati tőkét is mozgósítva az Európai Unióba elhitetni az ottani döntéshozókkal, hogy a magyar kormány egyébként nem pávatáncot jár, amit szoktunk mondani, hanem valós érdemi intézkedéseket hoz. Nyilvánvalóan is. Természetesen a Fidesz azt mondta volna, hogy a hazáról a brüsszeli ellenzéki politikusok viszik ki a rágalmazásokat meg az ennek, de azért, hogy nagyon ostobának kell lennünk ahhoz, hogyha azt gondolnánk, hogy a brüsszeli politikusok egyébként nem tudják elolvasni a parlament honlapján lévő törvénymódosításokat meg javaslatokat, pontosan tudják, hogy hol tart ez a történet, és pontosan tudják azt, hogy a magyar kormánynak nincsen szándéka erre nézve. És azt viszont, és ha már itt a társadalmi vitáról beszéltünk az előbb, akkor arról azért érdemes lenne vitatkozni, ez az érdemi kérdés, hogy ha kell hitelt felvenni, hogyha akarunk felvenni hitelt, akkor mi az oka, hogy hitelt kell felvenni? Vagy mi az oka annak, hogy most ott tartunk, hogy az Európai Unió, ahogy szokta a kormány megfogalmazni, nekünk járó összegeket mégsem folyosítja? Vagy mi az oka annak, hogy a kormány kül- és belpolitikájának eredményeképpen a magyar emberek, mi mindannyian isszuk meg ennek az egész politikának a levét? Egyébként ezt a hitelt, vagy ezt a lehetőséget nagyon sok ország igényelte az unión belül, ugye ez a Covid utáni, meg a háború utáni válság, ez a helyreállítási alapnak egy része. Igen, persze. Akkor azt mondták, amit mondasz, hogy nekünk nem kell hitel, mert dübörgünk. Hogy ki vár kire című kérdésre. Igen, májusban a parlament tárgyalt bizonyos igazságszolgáltatási lépéseket, amelyek részben, de nem egészben feleltek az Európai Unió kívánságaira, de nem egészben. És még ezen túlmenően is az igazságszolgáltatási reform, ha ezt reformnak lehet nevezni, de mindesetre fontos lépéseken túlmenően is, komoly területekben tényleg nem csináltunk semmit. Például most is szerepel, látom a műsorban, majd a pedagógusok problémája. Az Európai Uniónak komoly kívánságai voltak a pedagógus és az oktatás ügy rendezésében. A minimum programja az volt, hogy egyeztetve mindenkivel. Tudjuk, hogy ez hogyan történt meg. Hogy de a kormány el tudja mondani, hogy egyeztetett, sőt azt mondja, hogy soha ennyit nem egyeztetett. Igen, csak az, akit ő megnevez egyeztető partnerként, az meg azt mondja, hogy ezek nem voltak valódi egyeztetések. Az Európai Unióban, vagy a bizottságban meg nem hülyék ülnek, a magyar sajtót le tudják fordítani nekik, látják, hogy ez nem volt valódi egyeztetés. De ha már oktatás és egyetemek, ugye elhangzott, hogy a hírek szerint
Először azért nem mert beadni hitelkérelmet a magyar kormány, mert már akkor is föltételnek látszott a magántulajdonban kiszervezett egyetemek összeférhetetlenségének rendezése. Most beadták a hitelkérelmet utolsó percben, de történt valami ez ügyben érdemi? Azon túl, hogy a minisztereket lecserélték más fideszesekre. Hát ott az Erasmusnál látjuk, az nincs megoldva, erről is beszélt egyébként. Igen, az Erasmus már félő, hogy arra a tanévre, ami most jön, úgy elvesztjük, mint a húzat. És félő, hogy ugyanez lesz a hitelkérelem sorsa, ha megint csak ilyen alibizés van. Ugorjunk témát, de maradunk az oktatásnál egyébként. Egy nappal a tanévkezdés előtt megjelent a státusztörvény végrehajtási rendelete. Talán a legfontosabb, nem bogaráztam végig, de talán a legfontosabb, a Quibit írta meg, hogy a teljesítményértékelési rendszer végül nem került bele. Kiderült, azt írja a lap, hogy komoly titkolózások közepette, senki nem tudott róla, 35 vagy 35-40 köznevelési intézmény tesztelte ezt a teljesítményértékelési rendszert, az igazgatót megbízták azzal, hogy csinálja ezt meg, és kiderült, hogy nem működik a rendszer, mert hiába adott különféle részpontokat az igazgató a különböző pedagógusoknak, a végére a maximálisan elérhető 100-hoz közeli pontszámot kapott mindenki, tehát nem működött. Állítólag ezért került ki ebből. Hát szóval azért az, igen, amit már többször ebben a műsorban is elhangzott, hogy látszat intézkedések, meg látszat megoldásokat hoz a kormány, és ez is látszik, hogy ilyen egyébként, ahelyett, hogy azt az életpályamodellt és azt a bérfejlesztést, amit egyébként megígért a pedagógusnak, sőt, amit megérdemelnének a pedagógusok, azt megtenni, meg egyébként nem csak ezt, hanem az oktatáshoz való hozzáférést, az, hogy szabadon oktathassanak, és a többi, és a többi. Ehelyett ilyen megoldásokat talál, de ez egyébként már önmagában az, hogy értékeljék a pedagógusokat, ez nem rossz ötlet. Tehát ez szerintem nem az ördögtől van. De az a megoldás, amit a kormány kitalált, jelesül az, hogy egyedül az igazgató dönt. Tehát nincs egy bizottság, nincs egy fellebbezési jog, nincs egy jogorvoslati lehetőség. Az, hogy lényegében utána ő neki Marikával, meg Józsi bácsival, a tornatanárral együtt kell majd kávézni a tanáriban. Most se tudjuk, mi nem tudjuk, hogy mi alapján döntöttek. Ők nem tudom, azon a 35-40 pedagógus, akinek kellett dönteni, mit tudott, de a szakszervezetet, ha itt mi megkérdezzük, a szakszervezet nincsen szempont nem volt, ami így alapján, van. Ezt látható. És végül, de nem utolsó sorban azért tegyük már hozzá azt, hogy a kormány, tehát akkor lehet premizálni, tehát akkor lehet valamiféle csoportokat alkotni, akkor lehet azt mondani, hogy te 100%-osan, én azt gondolom, hogyha valaki a munkáját 100%-osan végzi, az már többet nem lehet valakitől elvenni, ha csak nem azt a tanulmányozás rendszerét gondoljuk, akkor neki valamilyen többletjogosítványt kell, vagy többletjuttatást kell adni. Na most, aki ebben a rendszerben nem ad többet forrást egyébként az iskolai igazgatónak a kormány azért, hogyha te 500-asan észted, hanem azt mondja, hogy aki te 60-asan észtél, attól vegyél el annyit, hogy adod a 100-asnak. Hát most ehhez képest meg aztán gondoljuk már végig, hogy ezeknek a szerencsét. És melyik az iskolai igazgató, az a vezető pedagógus, aki megfelelően gondoskodni akar az ő tanítványairól is egyébként, meg a pedagógusokról, és akkor azt mondja, hogy kockáztatja azt, hogy elveszek, mert én most úgy döntök, hogy valamiért ő többször volt beteg, vagy nem tudom, mi történt, nem vállalt annyi plusz órát, vagy nem tudom mit, ezért őtől elveszek fizetést, és odaadom ennek, és azt meg azt mondja, hogy hát tudod, mit túrott a füledbe, én elmegyek a pont áruházba, áru feltöltenem, mert kétszer annyit fogok keresni, és ott valóban fognak premizálni, hogyha egyébként egy normális átlátható rendszeren vagy akár egy másik iskolában, az is előfordul. Egyébként, bocsánat, fel is vetődött, hogy nem véletlen összehangoltan hekkelték-e meg az igazgatók ezt az egész rendszert. Azon se lennék meglepve, és nem hekkelésnek hívnám, hanem szakmai tapasztalatcserének. Igen, de azt se felejtsük el, hogy ne legyünk olyan nyugodtak abban, hogy ez el van engedve szép magyarsággal. A törvény lehetőséget ad erre továbbra is. A végrehajtási utasításban nem találtak megfelelő módszert. Ha holnap találnak, attól ez a dolog van, és valóban, ha a dolog van vagy lesz, nem az a baj, hogy bárkinek, a pedagógusoknak a teljesítményét értékelik, hanem az a baj, hogy ez inkább lojalitás vizsga lenne, ha egyáltalán létrejönne egy rendszer, mert az igazgató értékel, ahogy mondtad, az igazgató sorsa meg a tankerületi főigazgatóság kezében van. Ez hadd tegyek hozzá egy abszolút mai friss hírt, hogyha talán emlékszünk rá, a Covid idején volt az a pedagógus, aki testnevelő tanárként egy... Jó,
cáfa dolgokat. Így van, így van, és ő valahogy úgy nyilatkozott, talán a mai vagy tegnapi nappal mondott fel a munkahelyén, úgy fogalmazott, hogy nagyon jókat nevettek azon az ötletén, amikor ő egy hasonló deszkán tanította a gyerekeket úszni, de neki sajnos mostanára fogyott el a humorérzéke, mert az a fajta vegzálás, amit ő egyébként önmagában ezért, mert ő nem tudom miért, kreatív volt, és okos volt, szimpatikus volt, ezzel kilógott ugye abból a sorból, ami a kockákat képezi, ezért olyan fajta vegzálást kapott, amit ő már nem bír elviselni, és elmegy a szabad piacra az ő tudásával és kreativitásával egészen más munkát végezni. Na, egy-egy mondatra maradt időnk, mert lett volna egy harmadik témánk. Lázár János üzent a MÁV-nak egy sajtótájékoztatón a Szabad Európa kérdésére, és akkor röviden így szól, ne okoskodjanak, csinálják azt, amire utasítottam őket. Aki egy 800 milliárd forintos kasszában nem talál meg 32 milliárd forintot most, amivel majd később elszámolunk, azt tegye le a lantot. Az én egy mondatom úgy hangzik, hogy a majd később elszámolunk, ezek szerint azt jelenti, hogy később a kormány oda akarná adni, de most nincs neki. Ha ők a 800 milliárdos kasszában kell, hogy találjanak 32 milliárdot, akkor üzenem Lázár Jánosnak is, a költségvetés ennél nullákkal nagyobb, tehát sokszoros nagyságrendjében, aki nem talál 32 milliárdot, az mit csináljon? Az én egy mondatom pedig az, hogy én könyörök, nagyon gyorsan találják meg azt a 32 milliárdot, hogyha nem sikerül, akkor Mészáros Lőlinci lesz a MÁV, és őnek én megadatnak. Köszönöm szépen, hogy itt voltak.